A hagyományoknak megfelelően az országzászlónál emlékezett június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján Salgó-Tarján önkormányzata. Az eseményen dr. Huszár Máté, Salgó-Tarján alpolgármestere beszédében felidézte a trianoni békediktátum következményeit. Kitért arra is, hogy Somoskőt és Somoskőújfalut is elcsatolták Magyarországtól, és csak 1924-ben csatolták vissza. A békediktátum örökségén nem lehet túllépni, de kötelességünk tovább lépni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elfelejtsük, ami történt. De az sem, hogy Trianon gúzsba kösse a cselekvést, megbénítsa a közös gondolkodást. Nem tehetjük meg, hogy átadjuk magunkat a nemzeti önsajnálatnak, mert azzal lemondanánk arról, hogy itt és most tegyünk valamit azokért, akiknek életét még ma is ez a nyomasztó hagyaték határozza meg. Emlékezni tehát nem a múlt miatt kötelességünk, hanem a ma élők és a következő generációk miatt is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a Nemzeti Összetartozás napján köszönetet kell mondani mindazoknak, akik 102 esztendeje nap mint nap éltetik, erősítik a magyarság együvé tartozását, hiszen az elcsatolt területeken élő magyarok is szerves részei az egységes magyar nemzetnek, amelynek határokon átívelő összetartozás tudata példaértékű mindannyiunk és az egész világ számára. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy csak szabad emberek tudnak tartós szövetséget kötni egymással. Olyan emberek, akik tudják, kik ők, van önbecsülésük, ezért másoknak is megadják a tiszteletet, akik tudják, mivel tartoznak önmaguknak és egymásnak, ki tudnak állni egymásért és önmagukért. A Trianon okozta traumát nem elfelejtenünk kell, hanem a nemzeti összetartozásnak napjaként megélni. A rendezvény ezután a budapesti Szépernő Színház zenés verses műsorával folytatódott. Itt állok e földön, s az egészet újra élhetem. Lassan vonul el mellettem az ezer éves történelem. Itt állok e földön, hol őseink sírja áll. S oly sokan fekszenek a határ túloldalán. A Nemzeti Összetartozás napján rendezett városi megemlékezés koszorúzással zárult.